86-szor az élvonal történetében Debrecen Honvéd, vagy Honvéd Debrecen. 33-szor nyert eddig a fővárosi csapat, és 27-szer a DVSC. Tisza, lövőhelyzet, és mellé az első lehetőség a 6. perc végén. A legutóbbi 4 fordulóban összesen 2 pontot szerzett a Debrecen a Diósgyőrrel, illetve a Kecskeméttel X-elt, a Pécstől és a Pakstól pedig vereséget szenvedett. Korhut készíti le, gól! Tisza góljával vezet a DVSC, te van a 15. percben. Alcibiade. Így lehet jó Julának, Jula óriási helyzetben, Novákovics jön, üres a kapu. Hatalmas helyzetet hagyott ki a Honvéd. Szakály. Tisza. Tisza jó csele. Tisza. Jovanovics. És mellé. Az igazi szurkoló az akkor is kitart a csapat mellett, az én olvasatomban, hogyha kicsit gyengébben megy a csapatnak. Hoppá! Szidibe megy oda! Szidibe! Óriási hiba! 2-0! Mit csinált a Honvéd? Ilyen amatőr gólt kapni, ez valami egészen hihetetlen NB1-ben. 38. perc, 2-0! Szidibe. Jovanovics. Bent tudta még tartani, gól! 3-0 a most beállt Vadnai. És Kondás Elemér joggal örül, hiszen ahogy Zombori Sándor is említette, kell egy megnyugtató győzelem. Tisza végezheti el a szabadrugást, pontosan 60 perc telt el a mérkőzésből. Kemenes ráütötte az egyik debreceni fejére, és Varga rúgja a negyediket. Magára talált a Loki. Vécsei. Sokkal hátrébb lépett a második félidőben, hiszen Irik Farkas Sebestyén vette át a második csatár posztját. Óriási védés Novákovicstól. Jula megszerezhette volna a szépítő gólt. Szidibe. Ügyesen tartotta meg, Balog kapja. Na most egy-egyben Kosztićra ráviszi, és Balog megkerüli a védőt. Balog óriási helyzetben, Balog! Kemenes véd! Németh Ádám pedig lefújja a mérkőzést, amely megérdemelt hazai sikert hozott, még ilyen arányban is megérdemeltet, hiszen láthattuk, hogy további helyzetei is voltak a Debrecennek.